És megjöttünk. Bizony, eljöttünk Osztrákiába. Szóval az az igazság, hogy Gyöngyikémnek most lesz majd holnap a 30. születésnapja, és ezt... Születésnapja lesz, 18 éves lesz, és eljöttünk ide, ahova már rég el akart jönni. Mi is ez? Osztrákia. Osztrák. Grünerzé. Grünersé. Grünen, most Grünennek olvastam, de a lényeg az az, hogy Grünen vagy Grünerzé. Szóval eljöttünk egy tóhoz, mert Magyarországon nincs elég. Viszont itt vannak hegyek, de hogyha ezt akarta, akkor eljöttünk ide, úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Megnézzük a Grünerzét. Zét. Grünerzé. Bejöttünk egy ilyen nagyon cuki kis étterembe, ez van már csak nyitva, és Gyöngyi csevapsicsát eszik. Klasszikus osztrák étel. Én meg ilyen, hát ilyen mindent így ide raktak nekem, ez is ilyen klasszikus osztrák étel. Illetve iszok hozzá sört, ami ilyen klasszikus osztrák étel. Illetve Gyöngyi iszik hozzá narancslét, ami klasszikus osztrák ital. És klasszikus osztrák evőeszközzel leszünk. Jó ételágyat mindenkinek. Olyan cuki, Dávid nem akarta felvenni, pedig szinte olyan aranyos. Jó, mi vagyunk itt ketten, egy gyönyörű kilátást. 4 fok van annyi, hogy hozott egy pulcsit. Olyan, hogy pólóban indultak. Tehát, hogy ez egy elegáns póló. Megnéztük is, akkor még azt mondták, hogy 15 fok. Megtisztelem a tavat. Ez egy tök átlagos reggel. Szerintem aranyos nagyon. Ez egy tök átlagos. Jó, oké. Okay. Képzeljétek el, az én gyönyörű feleségemre rákerült valami osztrák filter. És mindent, ami osztrák, azt most csodálatosnak lát. Például ezt a zöld színt. Érted, nem azt mondom, nincs vele gond, de azért nem a legszebb cucc szélesen vidéken. Meg a szállás is tök rendben volt. De hát azért nem ez a legszebb szállás, ahol életünkben voltunk. Jó, amúgy nagyon hangulatos. Tehát szó se róla, nézzétek meg, vannak itt virágok, meg ez a Narniába vezető út. Meg is nézzük, tessék, itt van Narnia. Szóval hangulatos, meg az illatok, vagy hát a szagok is ilyen balatoni nyaralószag, de azért, Gyöngyi, szerinted ez egy szép szoba? Igen, teljesen rendben. Ez... Nem tudom neked az elvárásaim, hol vannak, ne haragudj meg, de... Nem mondom, nem borzasztó, nem szörnyű, tisztaság van amúgy, csak nem annyira szép. Csillagos hotel szobájával akar biztosítani. Nem. Teljesen. Emlékszel, amikor elmentünk síelni Andékkal? A Landhaus Dóra? Na, a Landhaus Dóra ilyen szép volt. És itt van, körbevesznek minket a hegyek. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Nem tudom most, hogy mennyire vagyok benne, de elmondom, hogy utána olvastunk ennek a Grünerzének, és Gyöngyi titkolta előlem, csak mert el akart jönni szülinapja alkalmából, de titkolta előlem, hogy ez a tó elvileg csak tavasszal és nyáron látható nagy részt. Most is látszik belőle valami, de nem teljesen, és mi eljöttünk ősszel. Mondjuk nem tudtunk volna máskor jönni Gyöngyi születésnapján, ugye mivel hogy neki ősszel van a születésnapja, úgyhogy csak most tudtunk jönni, de hát mindegy, elvileg most ilyen vízgyűjtők vannak. Bányakánya, nézzük meg! Szóval Gyöngyi a vérbeli túrázó, itt van ez a igencsak szakadt szegény táska már, sok síelést túlélt, viszont elhoztuk, mert hát mégiscsak legyen, és Gyöngyi, képzeljétek el, hozott a hegyen való túrázáshoz paradicsomlevest. Instant! Hoztál egy paradicsom, és ezt hol csinálnánk meg? Itt? Paradicsomleves. Amúgy kérdezzétek, hogy miért ilyen farmergatyákban vagyunk meg ilyenek. Igazából úgy vagyunk ezzel, hogy ez amúgy nem lesz egy ilyen nagy hegymászás, ez csak egy ilyen kis tavacska, amit körbesétálunk meg most. Gyöngyi miatt nem mehetünk olyan nagyon a hegyre fel. Meg le. Elvileg 5 fok van, de én ezt jóval melegebbnek érzem. 4 fok van. Nem, 5 fok van. Szerintem már van az 6 is. Így készültünk. Meg egy kis paradicsomlevessel. Instant! Szóval most elmegyünk, és lehet, hogy nem látunk semmit, de legalább sok erre a tehén. Boci, nézd! Bocik! Tehenek, ilyet Magyarországon nem látunk, meg ez Özbegisztán. Nem, Österreich. Österreich bocó. Nézd, itt vannak a bocik. Jaj, boci, nézd, tehenek! Jaj, de cokit lesz, ott fogszanak! Jaj, hagyd csinézzem meg! Jó napot kívánok, tehén! De autó! És attól még nem beszéltek a tehénnel? Gyöngyi ide akart jönni a bocókhoz. Nézd, hogy néz az a tehén. Ott, ő tud valami. Hát nagyon cuki hamburgerek ők.
Ilyet nem látunk. Ott, akik ott fekszenek, azok nagyon cukik ott. Na szóval belőlük lesz a finom Milka boci csoki. Városiak vagyunk, mi nem látunk tehenet ám, csak az asztalon. Szépek nagyon, van kolompa nyakukban. Tetszik neked? És nézzük, milyen szép helyen vagyunk. Nem telik el két perc, és már találtunk egy Österreich katzét. Hogy is mondják, hogy Mr. Macska? Herr Katze. Szevasz, Herr Katze. Ő Herr Katze. Gyöngyi, elég volt? Elég volt. Herr Katze. Hogy hívnak Herr Katze? Herr Katze. Eldőlt Herr Katze. Azt a Herr Katzéra lehet tenni kavicsot, Herr Katzéra? Hogy tegyek rá egy kavicsot? Oda tettem rá a kavicsot. Ott van rajta a kavics. Herr Katze kavics tartó. Jó, hogy de gast. Szóval most megyünk, amúgy nem tudjuk, hogy erre kell menni, csak erre úgy nagyon szimpatikus. Grünerzé arra, akkor arra megyünk, amerre van a Grüner. Tudod, miért Grünerzé? Azért, mert ez egy tengerszem. Zöld színe. Igen, mert tiszta alga, retkes, undorító. Smaragdzöld, azt írták, smaragdzöld. Na végre megérkeztünk a Grünerzéhez. Itt van. Igen, tényleg igazuk volt, hogy tényleg lement a vízszintje a Grünerzének. Gyöngyi már sír is szomorúságában. De hát ez van, ez van, ez mind itt a Grünerzé. Pont azt beszéltük Gyöngyivel, hogy annyira jó, hogy így az ilyen kocadagadékoknak, mint mi, ki van építve, így fel van szorva murvával, meg minden. Kocadagadékok? Magamat is. Úgy nem ér. Amúgy nem. Nyilván csak magamra gondoltam. Tudjunk kényelmesen túrázni, és úgy érezzük, hogy itt vagyunk a természet lágy ölény. Ölén. Az közben fel van szorva ilyen. De ki van jelölve az út? Na ez a lényeg. Nagyon jó, tiszta a levegő. Fitnek és sportosnak érzem magamat. Gyertek el a Grünerzéhez. Ha erre jártok és nem takarítotok, akkor nézzétek meg mindenkit. Itt meg a... Azt az, de jól néz ki. Ez ilyen kis izé, ilyen kis wellness, nem? De be lehet ülni, lubickolni egy kicsit. Ja, az rohadt hideg van. Itt folyik ki. Le. Igen. Jaj, de okos vagy. Ez is itt folyik a kis patakocska, és ott van a tavacska. És akkor ezen átmegyünk. Csak a telefonomat nem akarom leejteni. Nézd, itt folyik. Júj, vigyázz, ez nagyon nagy a sodrás. Járt segítenek, asszony. Amúgy csak úgy megjegyzem, hogy Gyöngyi ide akarta nekünk szervezni az esküvői fotózásunkat. Talán meglepetésként ér, de nem ide jöttünk megcsinálni az esküvői fotózásunkat, pedig akkor szép lett volna ez a tó, de nem itt volt. Itt a tó. Amúgy ott az alja füves. Amúgy egy tó ez egyáltalán? Nem jött még azért tart? Igen, igen. Na, azt megnézzük mindjárt. Szép, hát most mit lehet erre mondani? Szép, szép, szép. Itt az út még víz alatt van. Hát idáig kiöntött a Duna. De nézzétek meg, milyen szépek ott a hegyek. Felhőben van a teteje. Olyan durva, hogy annyira tiszta a vize, hogy rendesen átlátszik. Szóval ilyen golfpálya minőségű fű van, igaz, tele van gallyakkal, de nézzétek meg, milyen szép zöld. Én azt hittem, hogy az algáktól ilyen zöld, de igazából nem, hanem ugye a fűtől, ami alatta van. Ide szoktak jönni bugvárkodni, mikor nagyon fönt van. Én azt hittem, hogy ebben nincsenek halak, de képzeljétek el, hogy vannak. Bedobták? Itt fejlődött ki, ő itt született? Hogy került az első hal ide? De jó patkacsint! Úgy döntöttünk, hogy annyira fittek vagyunk és üdék, hogy megnézzük a hosszabb útvonalat, ott egy nagy hegy, amúgy ez magasabb, mint a Gellért hegy, de csak kicsivel. Gyönyörű természetes képződményen haladunk fölfelé, a hegyi ösvényen. Egy kicsit illúzió romboló, hogy itt az erdőben egy gyönyörűen aszfaltozott úton megyünk, de hát ez van, ugye gombóc? Hát ez mi ez a fej? Jó, meredek nekem most ez. De hát aszfalton mész. Ha brümmöksz, akár kocsi is lehetsz. Ott is mehetünk. Ott is mehetünk, tényleg. Bár az szerintem nem útvonal, csak lejött a hegyről. Amúgy nagyon szép. Mi van most? Mit csinálsz? Semmi. Szenvedsz? Oké. Okay. Hát amúgy ez a szülinapi ajándékod, Gyöngyi. De én erre vágytam. Egy másik útra tértünk rá, ahol kivágták a fákat, mert ide már nem kell ennyi fa. Azt mondták, hogy itt túl sok van, úgyhogy mi most itt szamogunk. Igazából nem tudjuk, hova megyünk. Elvileg lesznek az út végén bocik, és tudjátok, hogy imádjuk a bocikat. Jé, bocik! Eljutottunk ide. És nézzétek, hogy milyen hangulatos. Ott van egy ágyikó is. Így néz ki.
Így néz ki Gyöngyi a székben, így néz ki a kezemben, és így néz ki a menü a kezében. Nagyon tetszik, nézzétek, ott megy a kályha, megkaptuk ezt, én ilyet még nem is láttam. Frukade. Ez olyan cucc, amit Gergő biztos ismer, mert ő az összes ilyen üdítőt ugye kell, hogy ismerje, hiszen ez a munkája, úgyhogy biztos tudja. Szerintem nem só, de ezt már megbeszéltük, hogy a nagyba van, az cukor. Na hát, ez volt ez a rövidke kis vlogocska. Ismét eljöttünk Gyöngyi szülcsi napcsiján kirándulni egyet. Jövőre pedig szerintem szintén el fogunk menni valahova kirándulni. Igen. Kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ali.